Lakható bolygót találtak a szomszédban. Az elmúlt években hatalmas energiát fektettek az űrhivatalok az exobolygók felkutatásában. Ennek eredményeként már több mint 5200 naprendszeren kívüli bolygót találtak. Ezeknek azonban mindössze 1,5%-a hasonló súlyú, mint a Föld. És alig néhány olyan van, ami biztonságos távolságban kering a csillagjától ahhoz, hogy folyékony víz lehessen a felszínén. Most azonban a lakható övezetben sikerült rábukkani egy olyan rendkívüli ritka bolygóra, amely akár életre is alkalmas lehet. Csillagászati szempontból rendkívül ilyen közel mindössze 31 fényévnyire azonosítottak egy vörös törpecsillagot, ami a Wolf 1069b nevet kapta. A Föld tömegének 1,36-szorosát kitevő exobolygó a számítások szerint nagyjából 15-ször közelebb van a csillagjához, mint a Föld a Naphoz. Ennek ellenére a sugárzás mértéke, amit a bolygó kap, csak körülbelül 65%-a annak, ami a Földre jut a Napból. A csupasz sziklás bolygó nagyjából mínusz 23 Celsius fok körül lehet a hőmérséklet, ami természetesen túl hideg a folyékony víz számára. Ugyanakkor a szimulációk szerint a bolygó csillaggal szemközti részén fellehető lehet folyékony halmazállapotú víz. Ez a potenciálisan lakható exobolygó árapály záródással bír. Így az egyik oldalon állandó nappal, még a másik oldalon folyamatosan éjszaka van. Írd meg kommentben, hogy mit gondolsz a Földön kívüli életről. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg és iratkozz fel hasonló tartalmakért.